Nasreddin Hodzsa, mi áll a levélben. Egy nap egyszerű asszony látogatta meg Nasreddin Hodzsát. Levelet kapott, és mivel olvasni nem tudott, Nasreddint kérte, volna szíves elmondani, mi áll a levélben. A Hodzsa szégyelte bevallani, hogy a betűket ő is alig ismeri. Nézte, nézegette egy darabig, forgatta is a levelet, de hogy mi van benne, sehogy se jött rá. Végül bölcsábrázatot öltött, és hozzáfogott a levél felolvasásához. Egy férfi sok-sok pénzzel nagyon szeret téged. Te asszony, ha jól sejtem, itt valaki téged feleségül akar venni. Az nem létezik, ingatta fejét az asszony. Hát ez a levél az adóhivatalból jött. Adóhivatalból? És ezt miért csak most mondod? Csattant fel a Hodzsa. Így egészen más a levél értelme. Egy férfi szeretne sok pénzt te tőled. Te asszony, ha előbb mondod, honnan jött a levél, előbb is így olvastam volna.